Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon! Valamelyik nap azon gondolkoztam, hogy rengeteg YouTube videót nézek, de mi is az a kategória, ami legjobban oda vonz engem a képernyő elé. Természetesen első helyen a smink van, de rögtön utána rájöttem, hogy nagyon szeretem ezeket a vlogokat, ahol az emberek bemutatják, hogyan élnek, mit esznek, hol laknak, hogy telik egy napjuk, de néha már az is le tudja kötni a figyelmemet, hogyha megmutatják, milyen táskájuk van és mi a tartalma. Úgyhogy arra gondoltam, én, mint ilyen easy rider, egy kezdő, megmutatnám nektek, milyen a táskám, illetve mit hordok benne. Amennyiben érdekel, kérlek, nézzétek tovább a videót. Ha szimpatikus vagyok, és szeretnétek még több videót látni tőlem, akkor pedig kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm! Ez tehát a táska, amit napi szinten hordok magammal. Augusztus 1-én ünnepeltük 2 éves szerelmünket. Tényleg, szerintem értitek a vonzódást, ugye? Ha megmutatom gyorsan felülről, van 2 cipzáros része, itt középen pedig van egy ilyen csattos része, amit ha szétválasztok, itt belül is vannak benne zsebecskék, cipzárok, és ha nem lenne elég széles, akkor itt szét lehet választani oldalt, és akkor így lehet szélesebbé tenni. Tehát ő lenne a táska, most pedig nézzük, mit rejt. Amondó vagyok, kezdjük az első cipzáros résszel, ami a legközelebb van hozzám. Elhúzom a cipzát. Egyébként amit nagyon szeretek ebben a táskában, az az, hogy tényleg tartós, most már 2 éve van meg nekem, és tényleg azt gondolom, hogy szuper állapotban van, illetve ezeket az apró részleteket, hogy tényleg még a cipzárba is bele van írva az előállító neve, tényleg az apró részletek lenyűgözőek benne. Na nézzük! Először is, itt található a pénztárcám, ez egy Samsonite pénztárca, megmondom őszintén, a táskámhoz volt egy matchingelő, egy ugyanilyen Michael Kors fekete pénztárca, de bár héttel ezelőtt kiraboltak, és sajnos amit elloptak tőlem, az pont a pénztárca és annak a tartalma volt, de van azóta egy másik, ugyanúgy bőrpénztárca, ilyen több részsel rendelkező, mint látjátok, nem túl teli, ugyanis azóta nem nagyon szeretek magamnál sem pért, sem értékeket hordani. Ezen kívül, jesszus, ami minden van még itt, tegnap vásároltam egy memóriakártyát, ugyanis ha hiszek, ha nem, ezek a YouTube videók, ezek megölik az ember memóriáját, és a munkahelyemre a munkahelyi belépőm is itt található. Emellett, ez már itt úgy látom üres. A középső részben van egy ilyen kulcstartó, és azon lóg az én kulcsom is. Itt található a napszemüvegem, azt mindig igyekszem toppan hordani. Nem sokára lesz egy szemműtétem, úgyhogy ő lesz szerintem a legjobb barátom. Akkor itt van papírzsebkendő, jesszusom, üres papírzsebkendő, számlák, igen, fogkrémről, és csokoládéról. Tudok élni. Aztán van még itt, mi van még itt? Ez ilyen elsősegély, hogy kit lehet hívni, szemüvegtisztító, még több számla. Próbáltam nektek hozni a valóságot. Jó, nem takarítottam ki előtte, ez úgy látom, hamar észrevettük kuponok. Nálam mindig vannak kuponok. Ez egész pontosan az egyik én make-up boltban egy 11% kedvezményt adó kupon. Aztán itt van még nálam, mi van itt nálam? Még van nálam egy kis vas tabletta, ha esetleg elutaznék és nem lenne nálam. Nem tudom, ti szenvedtek-e olyan problémában, hogy vashiányosok vagytok, azt honnan veszitek észre? Onnan vettem észre, hogy mindig energiahiányom volt. Folyamatosan felkeltem, inkább aludtam volna, és pajzsmirigy beteg vagyok, de be van állítva a pajzsmirigyem, tehát az nem okozhatta, és akkor mondták, hogy nem lehet, hogy vashiányos vagy, próbáld meg ezt a tablettát szedni. Azóta egy szedem, és mit látjátok, tele vagyok energiával. Úgyhogy ez van itt, van még itt egy tollam, nagy por, úgy látom takaríthatnék, és az ember legjobb barátja bizonyos szituációkban egy csomag rágó is van a táskámban. A harmadik részbe érkeztem, ehhez az első cipzároshoz. Ezt a kiveszem, itt tartom a neszeszeremet egy külön részben, nem is én lennék. A táskámat most egy kicsit odébb rakom. Ez a neszeszerem, hát szerintem nem egy szépségkirálynő kategória, viszont egyszer kaptam az Estée Lauderben, szokott lenni tavasszal, illetve ősszel olyan akció, hogyha vásároltok egy bizonyos forint fölött, akkor adnak hozzá ilyen neszeszert és benne pár termékmintát ajándékba. Ennek a keretében kaptam meg én is ezt a szütyűt. Nézzük, mi van benne. Jó, hát
Nézzük tehát, mit rejt a neszeszerem. Előre szólok, hogy van benne egy pár termék. Mindenre fel vagyok készülve. Először is itt az alapozó, illetve púderem. Eredetileg őt azért vettem, nem tudom, ismerjétek a problémát, vesztek fel napszemüveget, és amikor leveszitek, akkor itt a sarokban lehozza az alapozót, és egy ilyen folt maradott. Eredetileg ezt akartam ugye eltakarni, illetve a T-zónában én nekem erősen szokott fényleni a bőröm. Ezért aztán szeretek magamnál tartani egy púdert, amivel tudom mattítani, hogy ne legyek olyan fényes, mint valami diszkógömb. És erre használom ezt a terméket. Ez úgy működik, és csak gyorsan megmutatom, nem mintha valami nagy extra lenne, hogy van benne egy szivacs, és hogyha szárazó használom a szivacsot, akkor ez púderként működik, ha pedig bevizesítem, akkor alapozóként. Egyébként ez volt az a termék, amit használtam az 5 perces kihívás videómban is, nem tudom, láttatok ezt a videót, majd belájkolom, belinkelem odalent. A következő termék az az egyik kedvenc bronzeremnek, a miniatűr változata, ő egy kis szuperpicike, a Benefit Hula, és ami fontos szokott nálam lenni, az ilyen magamnál hordós cuccoknál, hogy legyen hozzá ecset, úgyhogy látjátok, ott van az ecset, alatta pedig ott van a bronzer. Őt egyébként a YouTube-on találkoztam el először, ez a márka nem is nagyon hiszem, hogy kapható Magyarországon, ha igen, akkor kérlek mondjátok meg hol. A következő egy pirosító, a pirosítónál is ugyanaz a fontos számomra, pirosító, ecset. Tehát, hogy egy ilyen kis kompakt, ott van rögtön mellette az ecset is. Aztán van még nálam labelló, szerintem ezt nem tudom, hogy egyszer kínomba vettem, hogy nem volt semmi más egy kioszkba, vagy miért, mert egyáltalán nem találom túlzottan egészségesnek, hogy belenyúlkálok, és úgy viszem fel az arcomra, számra. Jobban szeretem a stiftes verziókat, de most ezt használom. Egyébként meg vagyok vele elégedve, csak nem tartom tényleg túl egészségesnek. Szerintem a baktériumok egy idő után összegyűlnek benne. Úgyhogy ha van valami ötletetek, ha ti is esetleg ilyet használtok, és van valami ötletetek, hogy ez hogy lehet tényleg baktériummentesen tartani, akkor kérlek, tudjátok velem. Aztán van nálam egy kézkrém, ezt a karácsonyi csomagban kaptam. Tudjátok, vannak ezek a karácsonyi advent kalendárok, és abba volt az egyik. Aztán szerintem ez is ugyanott volt. Ez egy Clinique-től ugyanúgy, ez egy rúzs, az van nálam mindig. Mi van még itt? Van nálam egy szemcsepp, nem tudom, említettem-e, kontaktlencsét hordok, és emiatt mindig van nálam egy szemcsepp, hogyha esetleg kiszáradna a szemem. Van nálam egy setting spray, őt most tesztelem, ez az Essence-nek a matt, nem tudom, ismeritek-e már. Én most kezdtem el tesztelni, egyelőre nem tudom, hogy van-e bármilyen hatása is. Ha majd már többet tudok róla mondani, elmesélem. Ha egyébként érdekelne titeket egy videó, ahol tényleg a napom folyamán végigkísérlek benneteket, és megnézzük, mennyire mattit, mennyire nem, akkor szívesen készítek róla egyet. Aztán tényleg olyan random dolgok vannak még itt. Alapozó. Ez az Estée Lauder-nek az egyik alapozó termék mintája. Erről viszont az jut eszembe, hogy nem tudom ti, hogy vagytok bele, hogy amikor bementek, nem feltétlenül szeretnétek megvenni egy alapozót, szeretnétek szétnézni, de nem vagytok benne biztosak, hogy oké, itt teljesen jól néz ki rajtam, de ha kimegyek a napfényre, hogy fog kinézni, és én régebben nagyon rosszul éreztem magamat, hogyha úgy jöttem ki egy boltból, hogy nem vásároltam semmit, főleg ha egy ilyen drága boltba mentem be, mint az Estée Lauder, úgy éreztem, hogy majd biztos az beszélik rólam, hogy én vagyok az a lány, aki csak bejött szétnézni, de nincs is pénze semmit venni. Aztán mégis rádöbbentem, hogy egy, ők is eladók, tehát miért beszélnének így rólam, tehát ők nem az angol királynő, akik megérkeztek a boltba, hanem eladók ők is, tehát ők is ugyanolyan emberek, mint én. Másrészt pedig ők, mint sminkesek, kéne, hogy legelsősorban megértsék, hogy az embernek fontos, hogyha kimegy a napfényre, tesztelje, hogy hogyha egy alapozó, hogy hogyan tükröződik vissza, hogyha fényképezik. Ez pontosan a Double Wear-nél egy fontos opció. Tehát azután, miután így átgondoltam, hogy végül is ezzel nem az van, hogy én most bemegyek és kérem a kis ingyen termékmintámat, és akkor én vagyok a kis szegény, akinek nincs pénze alapozóra, hanem inkább egy tudatos vásárlót jellemez szerintem, és emiatt aztán már ezzel a hozzáállással tudok bemenni, és itt is az volt, pár héttel ezelőtt bementem, mert az előző alapozóm nagyon sötét volt, és szerettem volna kipróbálni egy új színt, úgyhogy ez egy termék minta, ha bementek az Estée Lauderbe, egy kis tégelybe adnak nektek. Aztán van még itt fésű, mivel napszemüveget hordok, van nálam szemüveg tisztító is.
A maradék az már teljesen ez a tisztasági cuccok, tehát tisztasági betét és a nehéz napokra a termékek, illetve egy sebb tapasz, mert sosem tudhatod, mi történik veled. Ez volt tehát a Mi van a táskámban videó. Kérlek, írjátok meg a kommentbe, hogy ti is ennyi cuccot hordatok magatoknál, és nem vagyok őrült. Amennyiben tetszett nektek ez a videó, lájkoljátok be, kérlek, és hogyha szeretnétek még több videót látni tőlem, iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm!